Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Áromi Zoltán, egy egészségügyi árnyékminiszter. Árnyékminiszter úr, szép jó reggelt kívánok. Egy árnyékminiszter mit tud tenni azon kívül, hogy jelzi, hogy milyen elképzelései vannak? Hát egyrészt figyel a folyamatokra, figyel az olyan hírekre, hogy a Szolnoki Megyei Kórházba bezárták az urológiai osztályt is, most már a nőgyógyászat után, vagy hogy a Szent János Kórházban most már negyedik hete nincs fűtés, ezért pszichiátriai betegeket más intézményekbe irányítják. És más intézményekben van hely? Hát hely lehet, hogy nincs, de fűtés van legalább, tehát azért az kettő körülbelül együtt kell, hogy működjön. És utána pedig ezeket a folyamatokat a megfelelő csapattal kiértékelve próbál egy olyan stratégiát kidolgozni, egy olyan rendszert összerakni, ami működőképes, tehát egyrészt finanszírozható, van rá pénz, másrészt van benne szakember, másrészt a szakembereknek az eloszlása olyan, hogy az ország valamennyi területén megfelelő hozzáférés biztosítson a betegek számára. Rosszul látom én, hogyha azt kérdezem öntől, hogy azelőtt sem volt az egészségügy teljesen rendben, vagy ez egy újkori, vagy ezt mind a mostani kormány számlájára írják, vagy ez egy nagyon nehéz eset, és tulajdonképpen egyetlen kormány sem mert hozzányúlni az egészségügy talpra állításához? Kezdjük itt. Van egy olyan vélelem a politika tér felén, hogy az egészségügyhöz nem szabad hozzányúlni, mert ott a minimális sikereket 15-20-25 évben mérik, és egyetlen egy politikai kurzus, aki általában 4 évre szereti megszerezni a hatalmat, az gyakorlatilag csak veszíthet, hogyha hozzányúlhat. Ez lehet, hogy igaz volt ezelőtt 30-40 évvel, a mai technikai fejlődés mellett és a mai informatikai szinten ezek a folyamatok egyrészt modellezhetők, másrészt pedig javíthatók is, és igazából meg lehet tenni olyan nem is túl nagymértékű átalakításokat, átszervezéseket, amivel egy fél-egy év után maga a beteg észreveszi, hogy könnyebb dolga van az egészségügybe. Az pedig, hogy az egészségügy nem volt hibátlan 10 éve, 20 éve, 30 éve, ez is igaz, csak nem mindegy, hogy valakinek a torka fáj, vagy pedig torokrák, vagy gégerákja van. Tehát most már olyan megyei intézményekbe zárnak be fontos osztályokat, fontos ambulanciákat, és kell emiatt a betegeket 100-150-200 kilométert utaztatni, ha ellátáshoz akarunk jutni, ami egy civilizált országban szem megengedhetetlen. Mennyire van ennek köze a politikához, ahhoz, hogy van-e minisztérium, vagy nincs-e minisztérium, hogy összevont minisztérium van-e? Gondoljon bele egy képzeletbeli kormányülésbe, ahol ott ül Orbán Viktor az asztalfőn, ott ül Pintér Sándor, aki felel az oktatásért, a rendvédelemért, a határőrizetért, a migrációért, az egészségügyért, a mindenért is. És ezek után van 4-5 téma, amit kiemelten kezelnek, és ez azon fog múlni, hogy az egészségügy szó egyáltalán elhangzik ennél az asztalnál, hogy van-e valami aktuális, egyébként lehet, hogy a másik minisztériumok által fontosabbnak tartott téma. Ezt látjuk 13 éve, hogy mivel az egészségügynek nincs gazdája, ezért az egészségügy mindenhol második, harmadik, negyedik vonalba szerepel, holott néha olyan egyszerű dolgokról lenne szó, hogy bizonyos ilyen tanulmányokban leírt agyrémeket, mint például a védőnői rendszernek a központosítását, államosítását. Valaki végig gondolná, csinálna egy hatástanulmányt, végig gondolná, hogy milyen előnyökkel, milyen hátrányokkal járhat, és utána ezt mondjuk nem végezné el, vagy nem lépné meg. De itt úgy néz ki, hogy már mindenki annak örül, hogy valaki kitalált valami őrültséget, mindenféle hatástanulmány nélkül ráengedik az egészségügyre, utána kicsit csopánkodnak, hogy hát ez nehezen ment, de majd megoldjuk elvtársak, és onnantól kezdve viszont már egy újabb és egy rosszabb szintről
indul a következő etap. Tehát például a házi gyerekorvosoknak a hiányát a védőnői rendszer szétverése nem fogja javítani, sőt, rontani fogja, mert olyan körzetekben, ahol eddig is a védőnő és a házi gyerekorvos nagyon együtt kellett, hogy dolgozzon azért, hogy az ott lakó gyerekek, ott lakó kislány egyáltalán el legyenek látva. Most, hogy a védőnő eltűnt a helyszínről, elvitték, szervezetileg elvitték onnan, a házi gyerekorvos mondjuk éppen betöltötte a 69. életévét, az ápolónője, az asszisztensnője és mondjuk túl van a 60-on, és akkor azt mondják, hogy ők ezt a munkát már így önállóan nem fogják tudni vállalni prevencióval, védőoltásokkal, szűrésekkel, egyebekkel, és egyszerűbb nyugdíjba menni, és mivel hogy most már az a trend, hogy az ilyen kihalt körzetekből, vagy ilyen nyugdíjba vonult körzetekbe egyszerűen lasszóval se sikerül fiatal orvos találni. Olyan újsághíreket olvastunk a múlt héten is, hogy egy nyugdíjas pécsi szülész, mivel hogy már unatkozott otthon idézőjelbe téve, elvállalta egy olyan délbaranyai körzetnek az ellátását 85 éves korában, ahol 1300 beteg lakik 5 településen. Tehát ők évek óta, azt hiszem, hogy 3,5 éve nem találtak orvost. Most ez az orvos, mivel ráér és jól érzi magát, és van még kedve gyógyítani, szépen kimegy minden nap ebbe a 5 községbe, és ennek az 1300 embernek így van orvosi ellátása. Ha nem lenne ez a 85 éves kollega, akkor ott megint csak az lenne, hogy hetente egyszer vagy kétszer a szomszéd kisvárosból kijön egy orvos, 2 óra alatt aláírja a legsürgősebb dolgokat, és utána ott marad egy hétig megint orvos nélkül az az 1300 ember. De ez, hogyha kivetítjük országosra, akkor most már elérte az 1.080.000 embert az üres praxisok száma. Drága doktor úr, hívjuk Önt ugyan árnyékminiszter, de az alakszakmája tulajdonképpen rendelőbe gyógyító orvos. Történik csoda, és az árnyékkormányból kormány lesz. Akkor tud varázsolni orvosokat egyről kettőre? Varázsolni nem, de hogyha a rendszert... Hirtelen hazajönnek külföldről az orvosok? Hirtelen haza is fognak jönni orvosok, hogyha olyan feltételeket biztosítunk nekik jobbára a megyei kórházak színterén, ahol orvoscsoportok, tímek dolgozhatnak együtt. A magyar egészségügyi átszervezéseknek ennek mindig az volt a legnagyobb következménye, hogy jól működő csapatokat robbantottak föl, és mindenki önállóan kezdett valahol dolgozni, ahelyett, hogy hagyták volna, hogy 10-15-20 éve együtt dolgozó csapatok együtt maradhassanak. Most már vannak olyan angliai, németországi, írországi kórházak, ahol érsebészet, idegsebészet, ortopédiai sebészeten, ha megnézzük az ügyeleti kiírás, szinte magyar neveket látunk végig. És ezek az emberek, hogyha még nem telepedtek le, hogyha a gyerekeiket nem iratták be ottani egyetemekre, ha még látnak fantáziát abban, hogy Magyarországon is lehet egy normális egészségügyet csinálni, én biztos vagyok benne, hogy egyrészt visszacsábíthatók Magyarországra, másrészt pedig az alapellátástól kellene felépíteni megint csak minden rendes házat, de nem úgy, hogy sopánkodunk, hogy 50 meg 45 házi orvos lép be a rendszerbe évente, mikor egyébként 500-ra lenne szükség, hanem mondjuk az a finanszírozást olyan módon átalakítani, hogy legyen értelme egy körzetbe plusz asszisztensnőt fölvenni, plusz szakképzett nővért fölvenni, és az orvosi feladatoknak egy részét lehessen legális módon delegálni. Választásokra még várni kell. Mit ajánl addig? Hát túlélést ajánlok mindenkinek, azt, hogy próbálja meg minden közösség megőrizni a házi orvosát, vagy hogyha valami nagy baj van, és a házi orvos valami módon megbetegszik, vagy úgy néz ki, hogy kidől a sorból, akkor a maga a házi orvossal együtt próbáljanak egy fiatal orvost oda csábítani, mert hogyha egy körzet úgy kiürül, hogy 3-4 évig, 5 évig nincs ott orvos,
az a tapasztalat, hogy azt utána már betölteni borzalmasan nehéz lesz, és erre se az önkormányzat, se az ágazat, se pedig maga a lakosság képtelen. Nem tud jó megoldást találni. Ha csak arról van szó, hogy valaki nyugdíjba akar menni, eldöntötte jövő évben, általában január első időpontok és a július első időpontok a veszélyesek erre, mert általában akkor hozzák meg az idős kollégák a döntést, hogy abba hagyják. De hogyha egy fél évvel előtte találnak fiatalt, akinek van kedve, hogy meg lehet mutatni neki, hogy ebbe a körzetbe van élet, itt lehet dolgozni, itt van értelme a munkájának, akkor szerintem lehet találni. Ehhez persze az is kellene, hogy a képzés az olyan legyen, hogy arra irányuljon, hogy a hatod évben kijött orvost a hallgatók képesek legyenek egy körzet, egy házi orvos körzetbe elkezdeni dolgozni, mint ahogy annak idején mi elkezdtünk dolgozni. Köszönöm, hogy itt volt, innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Komáromi Zoltán, az egészségügyi árnyékminiszter volt stúdiónk vendége. Tartsanak továbbra is velünk, már is jövünk vissza.